Újra itt vagyok, gyerünk réhez, ha már Peking nincs. Van ez a mondás, hogy ha Peking nincs, akkor jó a ré is. Nem, én nem várok, hogy túl hosszat, most felhívjon, hogy menjek a temetésre. Fel akart hívni, én meg kinyomtam. Lehet az én hibám volt. De most csináljuk inkább ezt a gyémántos mizériát. No, I've heard good things. Some odd friends, but you know, what are you gonna do? You're right. I've been keeping bad company. Oh, you mean this guy? He's okay. Well, he pays up and he ain't gone stage yet. Very funny, aha. Listen, we got a lot of missing money, and we got a problem with these fucking bikers. And I've got the problem finding someone. Yeah, I nearly got something on that. So we sent some of our boys after the money. Maybe you can deal with the bikers. Calm them down. They're causing trouble on the corner of Vauxite and Exit. Sure. Otherwise, you and Raymond here got a serious problem. The boss has got to get nagyon kemény vagy, Bell. Even when people forget to tell about things, they won't come. Jingle bell, jingle bell. Don't bust my balls. What's the point of talking about Phil Bell? Because he's a jó csávó. I'm sure you're sure, Phil. You of all people. Now what the hell does that mean? Nothing. Ez a küldetés inkább drámailag szomorú és jó, mint a küldetésileg, mert ugye itt is csak el kell menni egy helyhez. Jó, változatos ez a küldetés, változatos. Mert ugye Ray, Johnny-nak a legjobb barátját most fogjuk kinyílni, és ez elég szomorú. Jó igaz, Johnny meg elrabolt a románt. De nem ölte meg. Nico megölte izét is. Jason-t, ugye még elején. Jason, aki nem szeretem. Most már kinyílja Jimet. Pedig az egy nagyon jó karakter, nagyon bírtam azt a nemet, majdnem őt bírtam legjobban. Mert ott annyira azért nem volt nagy karakterválasztás, hogy ez is jó, az is jó. Csak az a baj, hogy itt rockstarosok ezt elcseszték, mert ugye a Lost and Damnedben már csináltak Jimnek egy jó arcot, itt meg csak egy szimpla motoros embert üldöztünk. Jár gondolom azért, mert a Lost and Damnedet még ugye hamarabb, és igen, hamarabb csinálták, és akkor bevették Jimet a játékba, hogy legyen Jimnek vagy Johnnynek a legeslegjobb barát. De nem, most is ilyeséget mondok, mert szerintem fent van azon a internetes oldal, amit előző videókban mondtam, Jim fent van, és ott van, hogy Johnny nagyon jó barátja, vagy mi. Úgyhogy nem tudom, akkor ez a rockstar hibája. Nem tudom, hogy ebből mit értettek, vagy mit nem, de szerintem ebből inkább több minden nem értettek, mint hogy értettek volna valamit. De szerintem ebből a mondatból sem értettek valamit, vagy semmit, amit én most mondtam, de ebből sem. Na mindegy. Na most ugye, nem a kopasz az a hosszú hajú Jim, de nem is így néz ki el aztán nem nagy be. És Jimet hamar ki lehet ugye nyílni, csak pár lövés, de hagyom, hogy hősi halált halljon. Jim is wrong. Hungária, Hungária. De ez szomorú, szomorú, nem is ölné meg amúgy Jimet, de hát most Nico nem tudja meg. Nem is érdeklőd ki az. Szerintem Johnny-t is megölte volna. Szerintem Johnny meg biztos tudja, hogy Román az a Nikónak a testvére. És mert itt a múzeumos küldetésnél is tudta, hogy a Miu-nak a testvérünket rabolta el, és nem csinál semmit. Most nem szólt semmit, de mindenki szólt volna. Nem vagyunk se haverok, se barátok. Csak két idegen, aki kétszer találkoztak. Mivel kinyílik a legjobb barátját, ezért az szomorú. Mennyi lövés bírsz ki, Jim? Jó kis motorja, otthon meg várja a felesége, meg a kislánya, vagy kisfia. Hát nem kellett volna ilyen életet választani fogunk. The Lost Never Forever, nincs Jim. Egy lövés már Jim kibírt. Ez is izgalmas küldetés, azért előbb mondtam, hogy ez nem van jó, de jó, jó. Meg nehéz is egy kicsit, mert óvatosan kellettem közlekedni, könnyen kicsúszodunk. A Liberty City
Liberty City lakosok legalább kapnak egy kis izgalmat a hétköznapi életükben. Már? Ja, hibáztam, azt értem, hiába. Nagyon kemény, hogy... De hol lehet a 500 millió, vagy a fél millió dollár? Ezek miért van szerintem? Nem tudom. Jimnek adta át izé Johnny. Biztos nincs már mi a fal zsebébe. Mi? Jim? Azt a... Shit! Your friend's body's gonna be smeared from here to Northwood! Hát igen. Rest in peace, Jim. Fritzer Brandt, vagy a Jim. Nem azt mondom, hogy Nico ölte meg hősi halált, ha felrobbant, neki ment a szembe jövő metrónak. Így segítettem neki a halálát. Na most, ha nyíljuk ki ezt a koboszt, mert ez még egyáltalán nem jó. Have a gift, have a gift. Hogy esélem a torról. Attól, hogy most te chopperes vagy, attól neked is le kell esni. Na, ennyi volt, és kaptam majdnem 10 000 dollárt, megélte. És meghalt Jim, de jó van, az egy másik történet. De most már jól lenne segíteni a Ray megtalálni Florian Krucsot. A Peki felhívsz, de mondjuk éjszaka, szóval nincsen temetés, még Liberty City-be se. Hát akkor Ray felhív, hogy megtalálta, akit mi keresünk. Na azért sok Ray-ba csinos küldetés megcsináltam már, de még mindig van. Most menjek oda, nem megyek most. Hát úgyis, vagy Peki, vagy Ray fel fog hívni, szerintem. Várjuk egy kicsit. Motorozgatok így a naplementében. Ugye a három főszereplővel kapcsolatban meg Ray hív. Dobd ide a csontot. Morsik, kapd-e. Na, megvan. Florian Krucs. Az. Na, a három főszereplővel kapcsolatban pedig az van, hogy Luisa még találkozni fogunk, ugye már még vele egyszer találkoztunk, kétszer találkoztunk, bocsánat. Johnnyval már nem fogunk találkozni a GTA 4-be. A Los Standardon persze igen, ezt őt irányítjuk. És a GTA 5-ben is találkozunk vele. De ez nem irritatott. Ja, Román is eljön velünk. Úgy is már régen láttam. Wait for me there. A hotelnél van. Gondolom, amúgy ott van az a ágy. Szerintem Román is kihasználja ezt a szobát, Melorival. Mi meg ott fekszünk, ahol ők pont játszanak, vagy csinálnak. Hát azért már elnézést. Vito Scaletta se akart belefeküdni a Joe ágyába. De én sem szeretnék Román, mert Melori ágyába befeküdni, de mégis belefekszik. De mindegy, leszorom. De lehet két szobát is nyert, de azért ez nem túl valószínű. Na, bukós isok. Jó, ne legyél már Nico olyan kemény. Román fel fogja venni. Jó, gyerünk kocsival, az illőbb. De azért... Á, gyerünk motorral, faszom, hogy segít. I have found Florian Kravitz. There's a man called Talbot Daniels. He will lead us to it. Talbot? I know him from some of the card games I've played. Ahogy ne ismerünk. So, we're finally going to kill Florian Kravitz. Hát igen. You know, if this fucks up, the bad shit's coming down on my head. What do you mean? I mean you fuck up and I take this shit. You kill the wrong guy and his friends will fuck with me. To get to you. I didn't have no scars until you arrived. Now I am practically chopping board to have so many cuts on me. You are a rich chopping board. I worry for you. Biztos, hogy megrátszik a tés verés nyomokat, amit az Albának csináltak olyan dolgok. You really going to feel better once Florian is dead? Soon, we will find out. Rossz vagyok? Mondjak. Na, aggódj, Román. Ura vagyok a helyzetben. Gyakorlatilag, visszatérve a Lost Adamnethez,
véget ért az a sztori. Még van ugye egy küldetés, így, ez így, de hát annak vége, de még... Na mindegy, ez most nem lényeg. Itt van Talbot. Nagyon szép gyerek, sejem fiú. Na ne szórakozza. I know his tells. He's lying. Roman, what's this about? He doesn't act well under pressure, NB. Beat him a little. Roman bekeményített. Osztogassa nekem itt a parancsokat. Attól, hogy gazdag ember vagy egy kicsit Roman, attól még ne legyél elszállva magadtól. Világos? Te ne szóljál már bele, Ribbons. Úgy nem lehet, hogy menj vissza Talbotért. Várjatok, rosszul álltam be. Ó, szerintem amúgy tőle nagyon félhet Talbot, Román. Tiszta gangster vagy, Román, azzal a rakcipővel. Ú, nagyon kemény. If I'm right, Brony's place is somewhere uptown. Keep going up here. Uptown girl. Uptown girl. Most merre? Egy kicsit lassítok. Még most sem mondtam, hogy... Jókor mondod, hogy jobb, mikor már átmint a kereszteződésen. Talbot. Utána néztem, ugye? Mert hát... Próbálom a ismerettségemet még nagyobb szintekre emelni. Azt olvastam, ki lehet nyíni Talbotot. Még sose öltem, mindig elengedtem, de most megteszem. Csak idegesít egyáltalán, nem vagyok sorozatgyilkos. Nem. Megpróbálok följönni. Oké. Ne, dirigálnak már. Oké, menjünk itt balra, be a házba. Jól tudom, hülyesket. Oké. Szerintem Román jobban fél, mint itt Talbot, de mindig. Hát, nagy variáció van, itt csak jobb oldal, nem idióta fél, balra a arcuk. Na, itt vagyunk. Kinyírjuk, majd te, én tégedet. Jaj! Sajnálom, Talbot. Gyerünk oda a parkba, ne hallja senki. Román, te is gyere. Jön Talbot és majd menekül. Menekül. Azt a... Kapd el, Román! Román, kapd el! Ja, jön ő is. Hát én már futnák. Mindegy. Mit olvas az itt éjszaka? Idióta. Sajnálom Talbot. De Román, menj már onnan, mert véletlenül téged szúrlak le. Dögölné meg. Menj már onnan, Román! Na. Ne te guggolj le! Román! Az igen. Na, bemelegítek. Ez kemény volt, mondom. Amúgy szerintem nem fogom megölni, mert semmi okomra máskor. Most megöltem, de... Ne szórakozzál már! Na, gyerünk be! Nem várom meg, Román, majd vissza... Én menjek vissza, jöjjön ő ide! Hát nem igaz, ilyen idióták a vagyok körül... Te is itt ribanc neki mész a kocsinak! Rajta vagyok ezzel a fotó? Gyere már, Román, Isten áldjon meg ezerszer. Már értem, miért nem megyek veled izé. Lazítani. Próbál. Hát persze, hogy velem jössz. Csak gyerünk már. Nico, be calm! Be calm! Fuck! Calm! Florian! Odda sam zbog tebe, Drka Gion! Otvori! Pozivan.
Na. Nico bevadult. Florian! Florian! I've come for you, Florian. Go away! Ez a csávó. Lényes tudna az által. Ez árulta minket. What the hell are you doing here? What happened to you? Oh, I started working out. Látom. You know, toned up the Florian? You used to work in the abattoir? Oh, don't remind me. Roman? Roman? On a few vanity pounds. Nagyon kemény karakter. Komolyan, nagyon vicces karakter. I've come to ask you some questions. It wasn't you, was it? What was it, me? Nekem nem is kis pisztolyom volt a Magnum. It was you or Darko! I thought it must be him! Oh my god! You think it was me! That's why you are here! You've come to kill me! Well, screw you, Nico Bellic and Fatty Roman! What? It wasn't me, wasn't! I wouldn't do that! Can we stop with the fat jokes, Florian? It's Bernie now. After I came here, I wanted a complete change, so I became Bernie Crane. Ötterim. I'm sorry about the fat thing. You're still kind of cute. Buzis lettél. Gee, thanks. What are you doing here? Well, I'm a lifestyle coach, and I teach an aerobics class, and I'm in love. He's married. So ciao. And he's in politics. He's deputy mayor. Polgármester helyettes. Bryce Dawkins? But he's so into family values. Oh, that's just politics. Where is Darko? Dead, I hope. No. Előjön belőle az árat. Darko. I heard he was still in Europe or Florian. Switzerland or somewhere. But then I heard that you had joined the circus, so... Nem tudom, 20 emberből 3 élte túl. Ez hogy élhette túl? Imbarable! Ezt csinálja. I think he's a bit freaked out. I guess he thought seeing you would answer some questions. So I see. Well, it's great to see you guys. We must do brunch. Sure. See you later, Florian. Bernie! See you later, Florian. So, Florian has changed? Yes. He's moved on from what happened to you. Hát ez érdemes volt a maffia segítségét kérni. What are you going to do? He may not van egy buzi barátunk. He's still out there. I will find out where Darko Brevich is, and I will make him answer for his actions. Szegény izéne sikerült a kóvalon meghalnia. Ki az? Tovább. I need to be alone now, Roman. Most egyedül akarok maradni, Roman. See you later then. Call me, okay? Majd hívlak, hogy felkek a sírból. Dun 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 dun. Hát igen. Oh yeah. I should probably say you ain't gonna get those 10 G's from Talbot. He had an accident. Shit, Nicky. Was counting on that Vic. You're a fucking move kind of, my friend. Még lógott Talbot izérének, én meg kinyírtam Talbotot. Nem is, nekem nem is ezt a telefon hívást adta be, nekem mindig az, hogy nem sikerült megtalálnom izét. Vagy sikerült megtalálnom Florian, de nem jöltem meg. Úgyhogy most már biztos vagyok benne, hogy Talbotot nem fogom megölni máskor. Mindegy. De ő már nem Florian. It's Bernie! Nagyon, ő adja a legjobb küldetéseket. Ja nem, tévedek. Ő is jó küldetéseket ad, de nem a legjobbakat, de nagyon viccesek. Egyedi küldetéseket ad komolyan. Főleg a legelső. A parkos. Azon szakadtam. Az a baj, hogy olyan későn adja be ezt a karakter, de jó, hát aki végigviszögíteni ért, az végigviszögíteni ért. Az nem áll meg a első szigetnél. Ott egy galamb. A Magnum az hangosabban szól, mint a kis pisztoly. Na egyből körözés. Mi? És ha segítek a társadalomnak, megölöm a galambot. Feltőzitteket. Hát
Most már Burn is ad küldetést, ugye? Remélem. De még Peck is hívott fel. Itt is van, vagy jó, itt az idő újra Kikinek képességét felhasználni. Jó. I hate to call you, but I've got some cops giving me trouble. Don't worry, Nico. I'll get them to stay away from you and I'll try to get them back. Is a Kiki. Call me later, okay? És csak egyszer sikerült bejutnom a lakásába. Azt hiszem ide átöltöznem. Most nem is öltözök át, mert úgyis még a temetésre mennem kell, oda pedig feketébe illő menni, ugye. Hát ezt tudjuk, ez természetes. Nézzük, mik vannak, milyen e-mailek. Nothing. Miért nincsen info? Mindegy, várjunk, mert ez van furcsa volt, de most hagyjuk, mert erre nincs időnk. Remélem következő videóban meg tudom már csinálni, és el tudok menni a temetésre. Ez lett volna a célba, és ez lett volna a cél előbb ebbe a küldetésbe is, de mindegy, ami elmúlt, az elmúlt. Úgy kíváncsi vagyok, hogy most reggel már egyből felhívja Peki, hamarosan kiderül. Ezt még megvárjuk, de közben szép lassan búcsúzok. Nem tudom, a nemzetbiztonsági hivatal miért hív, inkább meg is állok. És itt tényleg elbúcsúzok. El is búcsúzok. Hello? Majd legközelebb találkozunk.